Két hazai meccset követően és két újabb hazai meccs előtt szombaton idegenben játszik a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az ellenfél nagykőrös nem a legjobban szerepel a bajnokságban, hét vereség mellett eddig mindössze egyszer győzött Lakosa Zsolt együttese. A két cápák viszont legutóbbi hat bajnoki meccsüket megnyerték, és sem a formával, sem az önbizalommal nem lehet gondjuk a nyíregyházi játékosoknak. Sitko Ernő szakmai igazgató szerint ettől függetlenül nem számíthatnak könnyű meccsre nagykőrösön. Hatos szériában vagyunk, ez igaz, győzelmi szériában, de úgy gondolom, hogy nem kell nekünk számolgatni azt, hogy hány mérkőzést nyertünk zsinórban, hanem azt kell néznünk, hogy mi a következő mérkőzés, és a következő ellenfél ellen kell felkészülni. Nagykörösön soha nem könnyű győzni. Volt már ugye, hogy kikaptunk náluk, olyan körülmények fogadnak, ami egy picit nehézé teszi a mérkőzést. Beszéltem már korábban is arról, hogy szűk terem, hangosak a nézők, a nem megszokott csarnok, és éppen ezért azt hiszem, hogy mindenféleképpen nehezebb dolgunk lesz, illetve a helyi játékosok is olyanok, akik jó képességűek, hogyha tűzbe jönnek, akkor nagyon nehéz megállítani őket. Nekünk az a feladatunk, hogy ez a tűz, ez ne érkezzen el náluk. A 9. forduló további párosítása a következő: Veszprém MTK Elit Basket, Budapesti Honvéd PVSK, Vasas Akadémia TF Budapest, Budafok MAFC, Baja MEAFS Miskolc és BKG Prima SS Algótarján.